Sziasztok, ez itt a Sárkány Radar, benne azzal a témával, amikor bevetették a kék vegitót, a bukott isten, a fúzió Zamasu ellen, és ezzel egy orbitális csata veszi kezdetét. Elmerülünk ezáltal abban, hogy milyen módon kellett Gokunak és Vegitának ellőniük az ütőkártyájukat, illetve arra is ki fogunk térni, hogy Zamasunak mennyi esélye volt Vegito ellen. Beszélünk a feleinknek a kinézetéről, illetve arra is ki fogunk térni, hogy a teóriánk szerint Zamasu miért bukott el. Bemutatjuk az egész csatát, illetve ki fogunk térni arra is, hogy Vegito eldönthette volna a mérkőzést, és ezáltal miért lyukadunk ki oda, hogy ő mindig nem fejezi be rendesen a csatáit. A szál a DB Super Anime 65 és 66. részében van, amikor megy a Black Goku történeti, és megszületett a fúzió Zamasu, így ez a szakasz megadja a nagy befejezést is az istenes kalandnak. Zamasu olyan erőre tesz szert, hogy azt érezteti, mintha Zenót is képes lett volna felülmúlni, és ha megnézzük a kinézetét, a nyers erőt számítva, lehet, hogy tényleg igazat kell neki adni. Hiszen mi mindig mondtuk, hogy Zeno nem biztos, hogy úgy erős, mint a Mester Ultra ösztön, hanem inkább úgy hatalmas, hogy törvénykező ereje van. Ezáltal, amit kijelent, az meg fog valósulni olyan módon, hogy az eltörhetetlen törvényként valósul meg, és ez azt jelenti, hogy ezért van neki szüksége testőrökre, és jelen van a főangyal is, hogy védelmezzék őt. Zamasu szintje valóban feljuthatott a legnagyobbra, amit egy isten elérhet, és esélyes, hogy az angyalok erejét is elérte, vagy őket is túlszárnyalta, és amelyiket választjuk, úgy soroljuk be egyúttal a kék Vegito erejét is. Ha azt mondjuk, hogy a fúzió Zamasu mondjuk egy angyal számára csupán egy pöccintés lenne, akkor ez azt jelentené, hogy a kék Vegitót is Whis például ilyen módon képes lenne elintézni, ami eléggé fájónak számítana. Elvégre Gogeta is megnyerő volt neki a szuperes Broly elleni harcban, az pedig nem lenne érvényes, ha Gogeta erősebb Vegitónál. Az a jó, ha egyforma erősnek gondoljuk a két fúziót, elvégre Toriyama sensei is azt mondta, hogy mindkettő ütőkártyának számít, ami azt jelenti, hogy nem akarta eldönteni, hogy melyikük az erősebb. Ez azt jelenti, hogy a fúziók erejét másképp kell kezelni, mint a többi harcosét, amiben Zamasu is beletartozik, mivel ő is két személyből jött létre, ráadásul nála többszörös összekapcsolás van. A szuper sárkány kívánságának köszönhetően Zamasu egy másik idővonalban el tudta foglalni Gokunak a testét, amivel alapból kaptunk egy fúziót, majd ezt követően Zamasunak, illetve Gokunak az ereje összekapcsolódott csupán az irányítás, az istennél lett. De már ez is egy fúziós fejlődés lett, vagyis Black Goku önmagában is elérte azt, amit Vegito jelent, és ehhez hozzájött egy újabb Zamasu ismét egy másik időből, aki ezután egyesült Black Gokuval. Ekkor mondták ki hivatalosan azt, hogy megszületett a fúzió Zamasu, de az az igazság, hogy valójában egy fúzió személyiség fúzionált egy istennel. Ennek hatására a fúzió Zamasu kétszeres egyesüléssel született meg, amivel újabb bizonyítékot adhatunk arra a teóriánkra, hogy Zamasu ereje orbitálisnak számít. Nem csak azért, mert az idő utazásával nagyon bele tudott zavarni a világokba, hanem azzal is, hogy meg tudta volna ingatni Zenónak a kitalált rendszerét. Már a formája is olyan lett, hogy felsőbbrendűnek számított, amit bizonyít a hátánál lévő gyűrűs effekt, amit Glória jellemzésnek is vehetünk, ezt pedig az angyalokra használják, vagyis Zamasu eljutott visség fokozatához. A hősünk másképp kezd el beszélni, mintha meg tudta volna érteni a világot, ráadásul olyan képességek lettek a birtokába, amivel tényleg nagyon felsőbbrendűnek számít. Megmaradtak a Black Goku adottságai, és azok is, amiket egy isten használhat, viszont a markába került a tűz és a villám ereje, ami olyan utalás lett, hogy a fúzió Zamasu képes uralni a világokat. Igaz, hogy dermesztő is világpusztítónak van elhintve, a történetben azonban Zamasu ebben a szálban annyira erősnek számít, mintha idővonalakat tudna eltüntetni a földdel egyenlővé. És nem csak úgy, hogy vírusként fertőz, hanem úgy, hogy mindent eléget, és ezzel meg tudta volna azt valósítani, amitől mindenki fél, hogy a világ egyszer felgyullad. A villámcsapás képessége olyan hatást kelt, mintha ezzel tudná isteni módon megbüntetni az ellenfeleit, és ezáltal nincs senki, aki kihívhatná Zamasut. És egy ilyen ellenfélhez nem véletlen, hogy azt választották, aki még az isteneket is felülmúlja,
és bármikor jelentek is meg a fúziók a DB-ben, a nagyságuk mindig megvolt. Amikor pedig Vegito jön, nála azt érezni, hogy nem veszíthet, bárki is álljon ki elé. A DBZ-ben is ezt tudta éreztetni, és ezáltal a Superben is, ami azért van, mert azok alkotják meg, akik mindig a legerősebbek. Goku és Vegeta egymásnak feszülése, és hogy felül kell múlniuk egymást, elültette azt a kérdést, hogy mi lenne, ha ők ketten egyszer összefognának. Mindketten rendelkeznek olyan adottságokkal, aminek hatására többek vagy kevesebbek a másiknál, és akkor kapnánk meg a tökéletes harcost, ha ők ketten egyesülnének egyetlen testben. Ebben segített a fúzió, amivel Vegito megadta Goku és Vegeta keverékét, akiben jelen van Goku zsenialitása és Vegeta kitartása a küzdelmekben, mintha ezzel kapnánk meg azt a harcost, aki bárkit le tud győzni. Ez persze csak akkor állja meg a helyét, ha a fúziót megalkotó személyiségek a végtelenségig tudnak fejlődni, és mivel Gokunál és Vegitánál így áll a helyzet, a csillagharcosságuk miatt a megalkotott fúzió személyiség szinte legyőzhetetlennek számít. Csak az idő tehet neki keresztbe, hogy akkor alkotják meg, amikor Goku és Vegeta nem elég felkészültek az adott ellenfél ellen, és mivel voltak jelek arra, hogy a kék forma azért oda csaphat a fúzió Zamasunak, Vegito győzelme előre el volt rendelve. Annyi volt a feladat, hogy sikerüljön a fúzió, míg a teóriánk szerint Zamasu azért bukott el ebben az esetben, mert a teste nem bírta ki a túl nagy terhelést az isteneket felülmúló szintje miatt. Mivel egy halandó is a teste része lett Goku miatt, ezzel Zamasu akaratlanul is gyenge pontot okozott magának. Ám ha nincsen Goku, akkor meg egyáltalán nem tudta volna elérni az áhított szintet, ezáltal adott a kérdés, hogy akkor hogyan tudott volna győzedelmeskedni és megőriznie a testét. Kívánnia kellett volna újra a szupersárkánytól, hogy tüntesse el belőle a halandóságot, vagy nem szabadott volna engednie, hogy feltűnjön a nemezise. Zamasunak a teste elkezdett szörnyessé válni, ezáltal olyan volt, mintha egyre jobban nem lenne önmaga, azonban így is olyan erősnek számított, hogy Gokuékat simán le tudta volna győzni, és csak Vegito miatt feszítette végül túl magát. Vegito ruházata a felsőt és a nadrágot illetően Gokut képviseli, ám a csizmák és a kesztyűk Vegitára utalnak, míg a hajzat az ő hajuk keveréke lett. Testileg azonban kizárólag Gokut láthatjuk a fúzióban, hiszen Vegeta mégiscsak alacsonyabbnak számít, azonban a személyiségét illetően viselkedésben a fúzió sokat merít Vegetából, hiszen Vegito is nagyon sokat keménykedik. Már azzal is, hogy azonnal a kék formába ment, amit olyan rajzolással és effekteltettek a képernyőre, hogy ragyogó kék vihart kaptunk. Hiába közelített felé, a Supernova a hősünk úgy megállította, mintha csak egy sima kilövést küldtek volna felé, és ahogy szétrobbant a tűz ezzel az óriási effekttel, meg is adták a választ arra, hogy melyik fél számít az erősebbnek. A keménykedő kombók éltetik a hősünket, így a földbe tiporja Zamasut, és Vegito olyan harcos, aki kihasználja a védtelenséget, de azért Zamasu nem adta fel, sőt, olyan ütéserőt mutatott, amitől még Vegito is berezelt. A lilás kilövés elképesztő animációval telik, ráadásul Zamasu olyan gyorsaságra vált, mintha egy kirobbanó villámcsapássá vált volna, és az a nagy dolog, hogy Vegito képes tartani vele a lépést. Szuperszónikus animációt választottak a csatához, amivel gyorsabban adják meg a tipikus DB-s verekedést, amit a folyékonyrajzzal tettek ütősebbé. Az arcvágások, valamint az elkapott jelenetek a borítóképes szintet tudják megadni a számunkra, majd lesz egy jelenet, amikor Vegito a földre viszi az ellenfelet, és ekkor az ábrázolás és a póz elképesztőnek számít. Zamasu ezután úgy villog a szemével, mint egy démon, majd egy aura kitöréssel támad vissza, amivel ismét megriasztja Vegitót, aki bődületes minőséggel surlódik el. Ekkor láthatjuk a legendás egybeütésüket, ami szédületes rajzolással telik a képernyőn, ráadásul, amint megjelennek az aurás megjelenések is, a hatás elvisz bennünket az animés mozi szintbe. Megváltozik a légkör, mintha az erők miatt nyomás alakult volna ki, ami szét akarja szaggatni a földet, és amint kiderül, hogy Vegito elvesztette a próbát, úgy jön le, hogy mindennek vége. Zamasu ki akarja végezni a kifeküdt hősünket, aki ezáltal megalázottá válik, de Vegito hirtelen ledöfi az ellenfelet a sárga pengéjével. A játékokban ezt a kombóját egy hirtelen támadásnak teszik, így azt kell hinnünk, hogy Vegito csak hagyta magát. De ez nem biztos, hiszen lehet, hogy össze kellett szednie magát,
és meglátta a kínálkozó esélyt. Eddig tartott a kiegyenlített küzdelem a feleink között, hiszen ezt követően Zamasunok a teste, illetve a személyisége még inkább szörnyessé válik, míg Vegito úgy sorozza az ellenfelet, mintha ki akarta volna őt ütni. A szál szerint a halandók iránti gyűlölet miatt esett szét végül Zamasu teste, vagy a teóriánk miatt, hogy Goku halandó része által nem vált egyre inkább tökéletessé. Vegito ellövi a Final Kamehameha-t is, ami az egész DB szériát számítva az egyik legnagyobb akciójelenetnek számít, hiszen ilyen effektkeveréket nem mindenhol lehet látni. Sokat tesz az élményhez az, hogy villámzik az erő, amit a hősünk egy gömbben összpontosít, aztán a kilövéskor örvénylő csíkok is vannak rajta. Egy elszabadított vihar kebelezte be az ellenséget, de az számít a nagy csodának, hogy még ez se ölte meg Zamasu. Az utolsó akció akkor lesz, amikor Vegito oda teleportál az ellenfélhez, és egy kivégző ökölcsapást készít elő, ami égkőként világít, csak hogy épp ekkor ér véget a fúzió. Úgy mondták, hogy egy órán keresztül fog kitartani a fúzió, de végül jóval kevesebb ideig tudott Vegito fennmaradni, és ezáltal nem derült ki az, hogy mi történt volna, ha Vegitónak az utolsó ütése betalál. Ennek hiányában úgy kell értékelni, hogy Zamasu méltó ellenfele volt, sőt, ha nincs a szétesése, többre is vihette volna, míg Vegito újfent eljátszotta azt, amit Super Buu ellen is csinált. Nem vette teljesen komolyan a harcot, és elszórakozott az ellenséggel, és lényegében emiatt nem tudja mindig befejezni a harcait. Ugyanis, ha alapból olyan súlyos technikákkal támadott volna, mint a Final Kamehameha, akkor lehet, hogy Zamasu nem Trunks miatt került volna az égbe, hanem Vegito miatt. Mivel a fúzió bármikor is érkezzen, mindig ő érződik az erősebbnek, ami ebben az összecsapásban is nagyon jelen van, ráadásul ez a történet annyira izgalmasnak számít, hogy bármelyik DB rajongónak nagyon jó lehet. Óriási az animáció, gigászi az erőszint, és akkora tétje van a csatának, hogy a világok sorsa múlott rajta, valamint ha kék Vegito és bukott Isten élményt akarunk, akkor itt kaphatjuk meg a legjobban. Ha nektek is megvan a véleményetek a kék Vegito bevetéséről Zamasu ellen, azt osszátok meg kommentben a videó alá. Illetve arra is feleljetek, szerintetek igaz-e, hogy Zamasu teste Goku miatt esett szét, és nem is a bűnei miatt? Ez volt a Sárkány Radar benne azzal a témával, amikor bevetették a kék Vegitót Zamasu ellen, valamint a teóriáinkkal. Találkozunk a legközelebbi alkalomkor. Addig is, sziasztok! Ha tetszett a videó, lájkold, kommentelj és iratkozz fel. És keresd a csatornát a további tartalmakért.